Nem véletlen, hogy ebbe a környezetbe kértem, hogy beszélgessünk, hiszen 40 évet töltöttem, több mint 40 évet itt a gyerekek birodalmában a játékok között, mint óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, valamint az intézmény vezető helyettese. Úgy gondolom, hogy az ember életében fontos, hogy gyerekként milyen szakmát választ, illetve kik azok, akik inspirálják és vezetik erre az útra. Nekem nagyon jó tanárom volt Gersa Józsi bácsi, akit gondolom, hogy nem kell senkinek bemutatni, aki azt mondta, hogy Era, benned van egy pedagógus véna, én úgy gondolom, hogy erre az útra indulj el. Az a feladatunk itt az óvodában, hogy élményeket nyújtsunk a gyerekeknek. Az élmények által szereznek tapasztalatot az életről, ami aztán egyfajta ismeretté válik számukra, amivel boldogulni tudnak majd az életbe. Nekünk az a feladatunk, hogy mire 6-7 éves lesz egy gyerek, egy következő lépcsőfokra eljutassuk őket, ami majd az iskola. Mint a köznevelési intézmény legalsó fokát nem mindig ismerik el igazándiból. És úgy gondolom, hogy most ezen a díjon keresztül egy kicsit a mi munkánkat is megbecsülik, még úgy is, hogy ezt most én kapom.